Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Verőce hivatalos Facebook oldalára látogatókat. A vasútállomásnál lévő P+R parkolónál vagyunk. Ez egy átlagos hétköznap. Láthatjuk, hogy az ideérkező autók parkolnak, ahol csak tudnak. Sokan járnak a vasúthoz autóval, biciklivel is. Szemmel láthatóan több parkolóhelyre lenne szükség a pályatest mindkét oldalán. Éppen ezért 2 évvel ezelőtt megkerestem a MÁV ZRT vezetőségét, felvetve a problémát. Úgy tűnik, a szándékaink azonosak, a főváros is örül annak, ha az agglomerációból nem autóval, hanem vonattal érkeznek Budapestre a fővárosba ingázók. Elindult egy tervezési folyamat, és a napokban elkészültek a végleges bővítés tervei. Ezen a helyen, ahol most állunk, 40 és a Maros utca felüli oldalon pedig a másik oldalon 10 gépkocsi parkolóhely építését terveztük, és körülbelül 20 kerékpár tároló helyet még pluszba. A MÁV ZRT a bővítés saját forrásból kívánja megvalósítani, a munkakezdésről nincs pontos információnk, önkormányzatunk viszont minden szükséges hozzájárulást megadott a fejlesztéshez. Ismét a falu központban vagyunk. Elkészült az idősek klubja nappali ellátására szolgáló épületrész. Az 1870-es években épült nyaraló az Erzsébet lak nevet kapta. Tulajdonosa Edvi Illés Aladár gépészmérnök volt. 1924-ben eladták, a Turáni Körnevű Társaság vásárolta meg Vas József akkori miniszter támogatásával, aki 20 000 forint támogatást szerzett a megvásárlásra. Kultúrháznak vették meg. Azzal a kikötéssel, ha az egyesület feloszlik, az épület a község ingyenes tulajdonába kerül. Ami aztán a háború után így is lett. 1950-től mozi, 1969-től a könyvtár is ide került. A mozi bezárását követően az épület állapota folyamatosan romlott, és már csak a könyvtár működött. 9 évvel ezelőtt képviselőtársaimmal elhatároztuk, megmentjük ezt a gyönyörű épületet, és a Dunakanyar egyik legszebb közösségi terét hozzuk létre benne. Ez egy igazi sikertörténet lett, most tartunk a felújítás 3. üteménél, melynek köszönhetően újra élettel telik meg a ház. A közterületfelügyeletet követően hamarosan az időseink is ide költöznek, egy modern, tágas, minden igényt kielégítő épület részbe. Ezután a földszinten már csak a régi moziterem maradt hátra felújításra, ide egy bowlingpályát, biliárdasztalokat és dárcot tervezünk, mert a képviselőtestülettel fontosnak tartjuk, hogy a fiataljaink és akik igényt tartanak rá, szabad idejükben maradjanak a településünkön, és jól tudják érezni magukat. Az idősek klubja átadását május 24-én délelőtt 10 órakor ünnepélyes keretek között tartjuk, és minden érdeklődőt nagyon nagy szeretettel várunk. Jelen pillanatban már csak az eszközbeszerzés folyik, bútorok beszerzése, melynek költsége a teljes felújítással együtt 200 millió forint, melyet pályázati forrásból tudtunk biztosítani. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, hamarosan újra jelentkezünk.